A Kárpát-medencére kiterjedő óvodafejlesztési programot indít a magyar kormány, erről Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár számolt be Budapesten. A program keretében új óvodákat építenek, meglévőket fejlesztenek, illetve magyar óvodai sarkokat alakítanak ki. Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár beszámolója szerint Magyarország 17 milliárd 200 millió forintot fordít a külhoni óvodafejlesztési programra. Ebből a keretből Erdélyre 7 milliárd 500 milliót szánnak. A személyiségfejlesztés szempontjából az egyik legfogékonyabb időszak az óvodáskor, ezért nemzetpolitikai szempontból is kiemelten fontos a magyar anyanyelvi képzés ebben az időszakban, hangsúlyozta az államtitkár. Nagyon fontos az, hogy a magyar gyerekeket már apró korban megfogjuk és magyar szellemben neveljük őket, arról nem is beszélve, hogyha magyar óvodákba járnak a gyerekek, vagy adott esetben már van olyan lehetőség, hogy magyar bölcsödébe, a későbbiekben jóval nagyobb arányban iratják őket a szülők magyar iskolába. Grezsa István kormánybiztos elmondta, a határon túli magyar óvodások száma jelenleg 48 ezer. A cél, hogy ez a szám legalább 60 ezerre duzzadjon. Azt szeretnék, hogy a vegyes házasságokból származó gyermekek is nagyobb eséllyel kerüljenek magyar tanintézményekbe. 68 új óvoda épülés, 215 megújul a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben, azonban nem csak épületről van szó, hanem egy jelentős humán erőforrás fejlesztésről is. Egyrészt hiányzó szolgáltatások pótlása, a jelenlegi óvodapedagógusi gárda megerősítése és új szakemberek képzése egyaránt. Grezsa István tájékoztatása szerint óvodakutatási program is indul. Ennek keretében 6 külhoni magyar régióban mérik fel az óvodák helyzetét, illetve vizsgálják meg a szülők viszonyulását. Valamennyi külhoni magyar óvodapedagógus számára elérhető lesz egy virtuális óvoda honlap, és szeretnék kialakítani a külhoni magyar gyermekpszichológusok és logopédusok hálózatát is.